Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kis Szilárd vagyok, Gyergyó alfalvú, valamint első éves kispap. Isten úgy érzem, hogy az emberek által is megszólít minket. Az én hivatásom is így módon történt, hiszen egy személy által indult útnak, és ezt elsősorban Istennek, de testvéremnek is köszönhetem. Annyit róla, hogy kisebb, mint én, és olyan 6-7-es lehettem, amikor minisztrálni hívott magával, és azután rendszeresen el is jártunk a templomba minisztrálni. Az akkori plébános személyiségével nagyon megragadott engem, bátorított, hogy felolvassak, és egyre bátrabban mozogtam így az oltár körül. Óriási tapasztalat volt számomra, amikor hagyta, hogy a májusi litániát mellette én végezhetem, vagy októberben én vezethettem a rózsafűzér áltatosságot. Lehet, hogy apró dolgoknak tűnnek, de ezek által is közelebb kerültem Istenhez és a szolgálathoz. Egy másik meghatározó momentum a hivatásomban, amikor egy alkalommal részt vettem az egyházmegyei minisztráns táborban Csíksomjon. Az itt eltöltött napok úgy érzem, hogy gondolkodásra ösztönöztek, hiszen ekkor az ott lévő papok példája és maga a foglalkozás hatást gyakorolt rám, és nagyon erősen éreztem magamban azt a vágyat, hogy na most én is ezt szeretném csinálni, amit ők. 8. osztály végén még nagyban élt bennem az, hogy én szülőfalomban fogom járni az iskolát, és ott elvégzem a liceumot, és pincér leszek. Itt jött mondhatni az a váltás, hogy eldöntöttem, hogy nem otthon akarom végezni a liceumot. Eldöntöttem, hogy felvételizek a kantoriskolát. Az itt eltöltött éveknek köszönhetően más szemmel tudtam tekinteni az életre. Önállósodásra tanított. Itt már kívülről ugyan, de betekinthettem a kispapok életébe. A liceumi évek alatt eltöltött lelki gyakorlatok rámutattak, hogy hív engem a Jóisten. Úgy érzem, hogy a szűzanya is nagyban hozzájárult a hivatásomhoz, hiszen amikor ellátogattam Medjugorjeba, ott ki volt téve egy óriási vászon, és arra szándékokat lehetett ráírni, amit az utolsó napi Szentmise keretében felajánlottak. Én tisztán emlékszem, hogy azt írtam fel, hogy sikerüljön az érettségim, és hála a Jóistennek sikerült, és az az érzésem, hogy ez kaput nyitott a teológia fele. Tehát a liceum elvégzése után felvételiztem a teológiára, hogy szolgálni tudhassam Istent és az embereket. Én azt kérem, hogy imádkozzanak értem és papi hivatásokért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!